mindenki, aki itt van, Kisvárdon lesz fest, egy-két, ha? A tükörne pózóval önöm ke pár képet. Mikor dolgom van helyre, a fülembe sok hülye magyaráz. Menjél ki csinálj meg összeros kalapát. Mi van, holnap nem lesz nap, erősebb lesz. A küld egy hetves vagy, hozzád várnék egy férfégvát. Én órája nyomom a két helyet. Csütörtök délután ismét megnyitott a kapuit a Kisvárdai Lesz Fest. Az idei már az 5. alkalom, hogy a Szabolcs megyei településen szerveznek 3 napos zenei fesztivált. A koncerteket tavaly augusztus óta szervezik, többek között Majka, Rúzsa Magdi és a Hooligans is fellép Kisvárdán. A rendezvény már tavaly is teltházas volt, és idén is 30 000 látogatóra számítanak. A fesztivál első évben egy kisebb bulinak indult. Úgy indult a Lesz Fest, hogy egy nagyon kicsi bulit akartunk csinálni, nyertünk hozzá egy nagyon pici pénzt, és utána egyre több zenekar, utána keresünk szponzorokat, és úgy szépen elindult a zenei vonala. És az első Lesz Festnél, a másodiknál is igazából még volt egy Dirt Jump verseny, egy kisvárdai sráccal, Nagy Oszival, és az volt a másik súlypontja a Lesz Festnek, azok nagyon látványos ugratások, meg repülések voltak a tó felett. Végül különböző okok miatt a Dirt Jumpot elengedtük, és tisztán zenei fesztivál lett a Lesz Fest, aztán egy szépen 5 év alatt felnőtt. Sokat tudnék arról mesélni, hogy milyenek voltak az első évek, amikor mondjuk csináltuk a fesztivál összerakását mondjuk 3-an vagy 4-en, és mondjuk fesztivál előtt és fesztivál alattra bővült fel a csapat mondjuk 20 főre a szoros menedzsment. Most meg azt számoltuk, hogy a 3 nap alatt zenekarokkal, biztonsági őrökkel, kocsmárosokkal, a szűk csapattal, a crew-val, a staff-val együtt több mint 1000 ember dolgozik a fesztiválon. A 3 nap alatt 5 színpadon 90 fellépő szórakoztatja majd a közönséget, de emellett 6-7 civil szervezet is kitelepült Kisvárdára a hétvégére.